Március elején a koronavírus járvány harmadik hulláma az óvodák és iskolák bezárását eredményezte. A diákok digitális tanrendben tanulnak otthonaikban lassan 2 hónapja. Az óvodás gyerekek pedig szintén otthon töltötték a hétköznapokat. A pedagógusok tömeges oltása elkezdődött, így többen már az első vagy a második vakcinát is megkapták. A kormány döntése alapján április 19-én hétfőn az alsó tagozatos kisdiákok és az óvodás gyerekek visszatérhettek a megszokott napi rendhez. Az óvodában eddig is volt ügyeleti rend, azonban most megtelt élettel minden tagintézmény. Mind az 5 tagintézményünkben a hétfői nap folyamán kormányzati döntésnek megfelelően elindult az óvodai nevelés. Az azt megelőző időszakban március 8-ától az ügyeleti rend biztosítása jellemezte az óvodáinkat, amit azt gondolok, hogy egész jól meg tudtunk valósítani. Hétről hétre növekedett az igényelt szülői létszám, hogy a gyerekeket ellássuk, hiszen a szabadságok és a szülői idő nem engedte meg, hogy hosszú időn keresztül a gyerekeket otthon tartsák. Nehéz erről véleményt formálni, vagy bármit is mondani a jelenlegi helyzetnek megfelelően, ugyanis megosztanak a vélemények, hogy ez most jó, kevésbé jó, az újranyitásnak milyen feltételei és a feltételek biztosítása mentén milyen következményei lehetnek a vírushelyzet tekintetében. A járványügyi intézkedéseket továbbra is betartva nyitotta meg kapuit az óvoda, ami nagy segítség a dolgozó szülőknek. A gyerekek egy részét továbbra is otthon tartják a szülők, amelyre a járványügyi helyzet miatt lehetőségük van. Nagyon tényszerű szeretnék lenni, és nem is foglalok állást ebben az értelmezésben. Vagyunk, működünk, kinyitottunk, a 440 gyermekből 300 a jelenlegi létszámunk, akik jelen vagyunk a tagintézményekben. Vannak szülők, akik meg tudják oldani, hogy otthon tartják a gyerekeket, erre a kormányzat lehetőséget biztosított, több fórumon és EMI határozatban is elhangzott, megjelent, hogy a szülőigazolásokat nekünk intézményvezetőknek el kell fogadni és méltányolni. Igyekszünk ennek a lehetőségével élni. A feltételek továbbra is a március 8-át megelőző minőségben vannak jelen, tehát a szülők behozzák a gyerekeket, levetkőztetik, nagyon rövid, minimális időt töltenek az intézményekben, kézfertőtlenítés, a reggeli lázmérés továbbra is ugyanúgy működik, és igyekszünk a csoportoknak a minél kisebb keveredésével megoldani az óvodai menetrendünket. Nyilván ezt az udvaron kevésbé tudjuk megoldani, hogy szeparáljuk a csoportok részére fennálló udvari lehetőséget, de azért igyekszünk erre is odafigyelni. Azt gondolom, hogy a fertőtlenítés, a takarítás, a szellőztetés, a gyerekek szabadban való tartózkodásának az egyre hosszabb léte, az egészséges étkezés biztosítása, a vitaminok, a folyadékpótlás, ez mind-mind arra szolgál, hogy elé menjünk, aminek elé lehet menni, de többet nem tehetünk. Az óvodában mosoly, kedvesség, báj, játékosság nélkül nem lehet elképzelni a mindennapjainkat, és ha ezek lélekben jól hatnak ránk, és jól működnek, akkor azt gondolom, hogy ezzel már nagyot tehetünk annak érdekében, hogy egyre kevésbé betegedjünk meg. A hajdonalási református általános iskolában is megszólalt a csengő az alsó tagozatos diákok számára. A gyerekek a megszokott módon folytatják a tanulást, míg a felsős diákok egyelőre otthon haladnak a tananyaggal. A tanulókat maximális biztonságban várta vissza az iskola. Az előírásoknak megfelelően, hogy a hibrid tanrendben az alsó tagozatosok visszajöttek az iskolába, és jelenléti oktatást folytatunk, így kezdtük el, a felsősök pedig maradtak a digitális oktatási formában otthon. Az iskolát kifertőtlenítettük, már eleve így készültünk, hogy mindenki visszajön, és mindent rendbe tettünk, tehát úgy vártuk a gyerekeket, mintha nem történt volna semmi tulajdonképpen, és minden szabály ugyanúgy érvényben van, ahogy visszajöttek. Tehát a járványügyi szabályok, a távolságtartás, a maszkhasználat, kézfertőtlenítés, szellőztetés, mindent ugyanúgy folytatunk, mint az oltakozás előtt. És ugye azt még elmondhatom, hogy a mi munkatársainknak a nagy része, aki nem volt beteg, vagy nem volt egyéb nyomós olyan indok, amiatt nem kaphatta meg, mindenki oltakozott, tehát az első oltást már mindenki megkapta, és nagyon sokan már a másodikat is, és illetve várjuk mi is a második oltást, akik még csak egyet kaptunk. Alsó tagozatból 140 gyerekből 8 szülő kérte az igazolását a gyermekének alapos indokkal, ami egészségügyi problémákra hivatkozva, amit természetesen el kellett fogadjunk, és így ők otthon folytatják a tanulást.
A Bocska István általános iskolában is szinte teljes létszámmal indult el az oktatás április 19-én. Nagyon várták már a gyerekek, hogy újra együtt lehessenek a társaikkal, barátaikkal és tanáraikkal. Április 19-én nagyon rendben és nagyon aranyosan megjelentek az alsós kisgyerekek az iskolában. Nagyon kevés hiányzunk van, egy olyan átlagos tavaszi hiányzási arány van az iskolában, tehát viszonylag mindenki úgy gondolta, hogy érdemes most már iskolába jönni ennyi bezárás és ennyi digitális oktatás után. Én úgy láttam, hogy a gyerekek nagyon örültek, egymásnak nagyon örültek, hogy újra itt vannak az iskolában. A Bocska iskolában is alapos feltűtlenítés előzte meg a gyerekek érkezését. Folyamatos a szellőztetés és a takarítás is. Amikor megjelentek a gyerekek, akkor végül is folytattuk ugyanazt az eljárást, amelyet még március elején abba hagytunk. A gyerekeknek testhőmérsékletmérés, kézfertőtlenítéssel lehet belépni az iskolaépületbe, illetve az iskolaépületben idegenek nem tartózkodhatnak, csak intézményvezetői engedéllyel. Még mielőtt a gyerekek megjöttek volna, az előző héten teljes fertőtlenítést végeztünk a épületbe, bár több nagy takarítás volt, hiszen a gyerekek távolléti ideje alatt nagy takarítást végeztünk minden osztályteremben, de a érkezésük előtt még egy teljes fertőtlenítő permetezés megtörtént a tantermekben és a folyosókon is. Így vártuk őket a hétfői napon. Karbantartás is zajlott ebben az időszakban, így az iskola utcai, valamint a Baross utcai tagintézményekbe a járófelületek lettek kijavítva, ami a biztonságos közlekedést segíti. A nagy takarítás mellett még néhány egyéb karbantartást is elvégeztünk, amit régen szerettünk volna már. Az iskola utcai épületünkben az udvaron viszonylag nagy területen sokszor sártenger fogadja a gyerekeket, amikor esős idő van. Itt sikerült elrendeznünk, hogy körülbelül 150 négyzetméteren kavicsborítás kapott az udvar, a Baross utcai épületünkben pedig a kollégium Arany János utcai bejáratánál körülbelül 60 négyzetméternyi nagyon rossz beton területet javítottunk meg, tehát betonoztuk újra. Ez egyrészt a kollégiumi, másrészt pedig a odajáró gyerekeinknek is a biztonságosabb közlekedést segíti elő.